Sziasztok! Valószínűleg nincs olyan ember a Földön, aki ne gondolkozott volna el legalább egyszer azon, hogy vajon van-e élet a halál után. Amióta világ a világ, ez a kérdés foglalkoztatja az emberiséget, ám ennek ellenére feltehetően sosem fogunk rá választ kapni. Létezik azonban egy eljárás, mely akár új fejezetet nyithat az emberiség történetében, és rácáfolhat az előző kijelentésemre. A mai videóban erről lesz szó. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Ez a bizonyos eljárás, amit az imént említettem, nem más, mint a hibernáció. A hibernáció egy olyan állapot, amelyben a test sejtjeinek tevékenysége szinte mozdulatlanná lassul, ezzel drámaian lecsökkentve az élő lény oxigén szükségletét. Leegyszerűsítve a dolgot, ez azt jelenti, hogy ebben az állapotban a szervezet mondhatni nem öregszik. A való életben a legjobban erre az állatvilágból ismert téli álom hasonlít, mely során hasonló folyamatok mennek végbe. Az emberiség az 1970-es években kezdett komolyabban foglalkozni ezen eljárás tanulmányozásával, melyben tulajdonképpen a téli álmot szerették volna embereken megvalósítani. De mégis hogyan? A tudomány jelenlegi állása szerint a megoldást a folyékony nitrogén jelentheti. Az elképzelés szerint, ha az emberi testet folyékony nitrogénben lefagyasztják, azzal sikerül elérni, hogy a sejtöregedés gyakorlatilag megálljon. Ezt a kísérletet természetesen szigorúan tilos élő emberen tesztelni, ezért csak halál után kerülhet a test ebbe a lefagyasztott állapotba. Az első ilyen hibernálást, vagy ahogy szaknyelvek emlegetik, vitrifikálást, dr. James Bedfordon végezték el 1976-ban. Ez az eljárás akkoriban még meglehetősen gyerekcipőben járt, ezért szinte kizárt, hogy őt valaha is fel tudják ébreszteni ebből az állapotból. Példáját azóta nagyjából 300-an követték, vagyis ennyien várnak arra, hogy a jövőben, ha a tudomány egyszer lehetővé teszi, felébresztik őket a téli álomból. Mindez természetesen nem egy ingyen igénybe vehető szolgáltatás, akár 100 000 dollárba, vagyis több mint 30 millió forintjába is kerülhet valakinek, ha halála után vitrifikáltatni szeretné magát. Na de mégis mekkora az esélye annak, hogy ez valóban sikerülhet? Ezt természetesen lehetetlen megjósolni, egyesek hisznek benne, mások szerint kidobott pénz, a jövő majd megmutatja, kinek volt igaza. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben. Most, hogy nagy vonalakban ismertettük azt, amit eddig tudunk, áttérnénk arra, hogy milyen lehetőségek nyílnának azzal, ha a hibernáció a jövőben sikerrel járna. A legjelentősebb változás egyértelműen az űrutazásban történne, mivel a hibernált állapot lehetővé tenné a mélyűri utazást. Ez azt jelenti, hogy olyan távolságokat is megtehetnének az asztronauták, amelyről jelenleg álmodni sem mernek. Az Utazók című 2016-ban megjelent film ezt járja körbe, ha érdekel titeket ez a téma, akkor mindenképp ajánljuk a figyelmetekbe. Az Európai űrügynökség évek óta foglalkozik a hibernáció kutatásával, melyben egy igen érdekes eredményre jutottak. Ha sikerülne elérni, hogy az űrhajósok hibernált állapotban utazzanak, az 30%-kal csökkentené az űrhajók méretét. Ha átgondoljuk, ez teljesen logikus, ebben az állapotban az űrhajósok nem esznek, nem isznak, így értelemszerűen kevesebb hely kell, mely nem utolsó sorban több tonna teherrel is könnyítené az űrhajókat. Hogy egy példát is mondjunk, az űrtechnológia jelenlegi állása szerint a Marsra 8 hónapig tartana az út, melyet hibernált állapotban sokkal könnyebben meg lehetne valósítani. A kutatók szerint a legnagyobb kérdés az, hogy egy hónapokon, vagy akár hosszú éveken át tartó hibernáció milyen hatással lenne az emberi agyra. Vajon miután felébrednénk, mire emlékeznénk? Képzeld el, hogy felébredsz egy űrhajón, de ötleted sincs mikor és hogy kerültél oda. Már a gondolata is rémisztő. A jelenlegi elképzelések szerint egy ilyen űrutazás során az érkezés előtt 3 héttel venné kezdetét a visszaállási időszak, mely elegendő időt biztosítana arra, hogy a felébredt utasok visszanyerjék régi fizikai állapotukat. Bár kétség kívül az űrutazás a legizgalmasabb téma, amely a hibernációval kapcsolatban felmerül,
Természetesen nem ez az egyetlen felhasználási terület, ahol komoly eredményeket lehetne elérni ezzel az eljárással. Amit még mindenképp érdemes megemlíteni, az nem más, mint az orvostudomány. Ezen a területen rendkívül szerteágazó lehetőségek nyílnának, többek között számos betegséget, például sztrókot vagy cukorbetegséget is meg lehetne akadályozni. Végül, de nem utolsó sorban, nézzünk egy egészen friss hírt a hibernációval kapcsolatban. Mint ahogy az korábban elhangzott, a hibernáció lényege, hogy szinte a mozdulatlanságig lelassítja a sejtek oxigénigényét. Egyes kutatók nemrég rájöttek, hogy ezzel időt lehetne nyerni olyan sérülések kezelésére, melyek amúgy biztos, hogy halálhoz vezetnének. Egy tavaly megjelent cikk arról árulkodik, hogy ezt az eljárást már több páciensen is elvégezték, az viszont nem derült ki, hogy hányan élték túl a beavatkozást. Röviden összefoglalva, a műtét lényege, hogy a sérült testhőmérsékletét 10-15 Celsius fok körülire hűtik, a vérét pedig fiziológiás sóoldattal helyettesítik. Ennek hatására a páciens agytevékenysége szinte teljesen leáll, az orvoscsapat pedig kap 2 órás egérutat, hogy ellássa a sérüléseket, utána pedig felmelegítsék a testet, és újraindítsák a keringést. Hagyományos esetben az orvosoknak ilyenkor csupán pár perce van a műtét végrehajtására, ennek tükrében az így nyert 2 óra igencsak jól hangzik. Ha a jövőben ezt széles körben is sikeresen tudnák alkalmazni, az hatalmas előrelépést jelentene az orvostudományban, arról nem is beszélve, hogy hány ember életét sikerülne megmenteni. Összegezve az elhangzottakat, elmondhatjuk, hogy a hibernálás egy rendkívül érdekes terület, mely bár évtizedek óta foglalkoztatja az emberiséget, még hosszú út áll a kutatók előtt, ha olyan eredményeket szeretnének elérni, mint amilyeneket egyes hollywoodi rendezők elképzeltek. Ha érdekel titeket ez a téma, és szívesen látnátok hasonló jellegű videókat a csatornán, akkor ezt mindenképp jelezzétek egy kommenttel. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönjük, hogy végignéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!